Rádióegyetem, bibliai kánon és vallásfilozófia, az alkotás és a ragyogás könyve, Tatár György előadása. Na, mielőtt tovább mennénk, az előző alkalommal ugye a Lurianus kabala néhány alapállításánál hagytuk abba, és hát Luriára még vissza fogunk térni. Arra gondoltam, hogy valamit azért még egyszer szeretnék röviden mondani a Lurianus kabala, tehát a 16. század második felének az előzményeiről. Ebben lesz olyan, amit röviden már érintettünk, de én úgy érzem, hogy nem nagyon lehet kihagyni, csak hogy rendet rakjunk. Az egyik az egy rejtélyes irat, aminek szerintem a nevét már emlegettem. Azt mindenképpen tudni kell róla, hogy ez a Sefer Yetzira nevű szöveg. Nem tudom, hogy szerintem említettük már. Felírhatom latin betűvel, mert a Sólemben valószínűleg fognak is vele találkozni. Hát ide vagy tesznek egy hát a végére, vagy nem tesznek, ez egy néma hang. A Sefer belül az egyszerűen azt jelenti, hogy könyv. A Sefer Yetzira vagy úgy fordítják magyarra, hogy a teremtés könyve, vagy úgy, hogy az alkotás könyve, vagy alakítás, formálás, ilyesmit jelent. A Biblia a teremtésre összesen három szót használ. Az első belőle az, amit szerintem már emlegettem is, a Baráige, ami a Biblia első mondatában szerepel. Tehát abban a mondatban, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ott ez a szó szerepel, ez a Baráige, és ezzel kapcsolatban főleg azt érdemes tudni, mondtam már, hogy a héber nyelvben mind a mai napig ez az ige emberi alannyal nem szerepelhet. Tehát ez egy ilyen, ha tetszik, teológiai, grammatikai szabály, hogy kizárólag van egy pár ilyen, tehát csak Isten lehet az alanya ennek az igének, van egy pár ilyen nehezen meghatározható teológiai, grammatikai szabály a héber nyelvben. Ezeknek az érdekessége az, hogy a Biblia óta egyhuzamban a mai napig érvényesek. Ez az egyik a példa, ez a teremteni ige. Még egy példát tudok mondani például, hogy héberül Jeruzsálembe nem lehet elmenni. Nem lehet elutazni. Egy csomó rokonértelmű szót mondhatnék, mert Jeruzsálembe kizárólag felmenni lehet. Következésképp az izraeli terület bármely egyéb pontjára kizárólag lemenni lehet. Ez különösen érvényes bizonyos más országokra is. Talán már ezt is említettem egy példa erejéig, Egyiptomra. Egészen különösen Egyiptomba csak alászállni lehet. Emlékeznek, meséltem talán azt a hadi jelentést, amit egyszer volt alkalmam olvasni egy izraeli újságba, akkor még nagyon kezdő voltam a Héberbe, és ezért jobban tudtam odafigyelni, hogy betű szerint mit jelent, amit olvasok. Ezt említettem, ugye? Emlékeznek erre a példára. Maga a hír az az volt, hogy páncélosaink behatoltak Egyiptomba. A betű szerint, mivel én a bibliai héber felől érkeztem az új héber nyelvhez, betű szerint ott az állt, hogy vassal borított harci szekereink alászálltak a szolgaság házába. Ez körülbelül így néz ki nyelvileg. Az egy más dolog, hogy ezt egy, izraeli, akinek a mai héber az anyanyelve, egyáltalán nem érzékeli. Tehát ő spontánul modern szövegként olvassa. A probléma az vele, hogyha nagyon műveletlen, akkor föltehetőleg a Bibliát is úgy olvassa. Tehát ahol kőfaragó műhely van, ott ő gyárat fog érteni, és így tovább. Visszatérve, tehát azt mondtam, hogy három szó van a teremtésre, a bará az a legkötöttebb. Tehát az az, ami csak isteni alannyal fordulhat elő. A másik az ennek a szónak a gyöke, a jecirá, ami alkotást, kreativitást, ilyesmit jelent, ennek a játszárige a gyöke, ami tulajdonképpen megformálnit jelent. Úgy tűnik, hogy kifejezetten a szó a fazekasok nyelvéből származik, tehát az agyagnak a gyurmikálását, megformálását jelenti eredetileg. És a harmadik, ami nagyon gyakran előfordul, a csinálni, készíteni. Ezt a Biblia nagyon erősen használja egyébként az isteni teremtésre. Körülbelül ez a három szó, ami rendszeresen előfordul. A szóban forgó
hát könyvnek nevezzük, ugye Széfer Jecirá az alkotás vagy teremtés könyve. Ez először is nem tesz ki egy könyvet, az a vicc benne, hogy hát ez nyomtatásban egy olyan mondjuk 8 oldal lehet, talán 10, nem hosszabb az egész szöveg. Az érdekessége az, hogy csak azt nem tudjuk, hogy ki írta, mikor írta, hol írta. Körülbelül ezzel ki is fújt minden, amit tudunk róla. Amit biztosan lehet tudni, az az, hogy a 9. században már őrült mennyiségű ember ismeri, mégpedig, hogy mondjam, Marokkótól Szamarkandig. Tehát ebből az következik, hogy jóval előbb kellett keletkeznie, ha már ennyien ismerik. A 9. században is írnak hozzá kommentárokat. És még egy, a kommentárokból elég jól kivehető, hogy sok verziója van már a kéziratnak, ami megint amellett szól, hogy ez jóval előbb kellett, hogy keletkezzék, hogy így el tudjon terjedni. A problémánk ugye csak az, hogy bizonyára maguk is belátják, hogy a 9. század előtt azért elég sok század van. Úgyhogy ez így azért belehullunk a semmibe, hogy ez mikor keletkezhetett és hol. Azt szokás róla mondani, és ezért érdemes ezt megjegyezni a nevét, ezt, hogy Széfer Jecirá, hogy ez a legrégebbi olyan héber nyelvű szöveg, ami, hát hogy mondjam, semmilyen értelemben nem bibliai. Tehát ez egy héber nyelvű, spekulatív, misztikus szöveg, körülbelül így lehetne jellemezni, aminek az a sajátossága, a mi szempontunkból érdekes sajátsága, hogy nem kabalista szöveg, egy teljesen önálló, misztikus, spekulatív szöveg a világ eredetéről, nagyon nehezen értelmezhető, szintiszta, héberül van a teljes szöveg, és a kabala legfontosabb fogalma, amire néhány szó erejéig ki akarok térni, az már szerepel benne, a szefira szó, többes számban szefirót. Csak az a sajátossága, hogy szembeötlően egészen mást jelent még, mint majd később a kabalában, és hogy egészen pontosan fogalmazzuk meg, nem tudjuk, hogy mit jelent ebben a szövegben, de az tuti, hogy nem abban a jelentésben használja, ahogy a későbbi kabalista szövegek. A tudomány mai állása szerint általában egy konszenzus van abban, hogy a második és a hatodik század között keletkezett a Széfer Jecirának a szövege. Hát ez így azért meglehetősen tág, de ennél tényleg nem lehet szigorúbbra vonni. Annyi teljesen világos belőle, hogy is mondjam, spekulatív technikai érdeklődés mutatkozik ebben a kéziratban azzal kapcsolatban, hogy jó, Isten teremtette a világot, de hogyan? És le van benne írva, hogy hogyan teremtette a világot. Bizonyos fokig egy olyan teach yourself típusú tankönyv benyomását kelti az emberbe, hogy ez Istennek is nagyon hasznos, ha ismeri ezt a kéziratot, mert hát így kell világot teremteni. De abból a szempontból is nagyon hasznos, hogy meg lehet belőle tanulni, teremteni. Azt tudjuk, hogy a későbbi kabalisták nemzedékeken keresztül úgy is fogták fel, mint otthon, ha az ember valami komplikáltabb kaját akar elkészíteni, akkor leemeli a valamelyik szakácskönyvet a polcról. Ez leginkább teremtésügyben emelték le a polcról. Általában úgy tűnik, hogy a legtöbbször azok, akik embert akartak teremteni. Tehát gólemgyártási szakkönyvként kezelték. A hagyomány maga úgy tudja, hogy a kéziratot Ábrahám maga írta. Ez két dologra vezethető vissza. Az egyik, talán már ezt is említettem, de akkor ismétlünk. Van a Bibliában egy rejtélyes mondat, ami a fordításokból nem derül ki teljes világossággal, hogy na ennek a mondatnak fogalmunk nincs a jelentéséről. Méghozzá a legegyszerűbb próza résznél található Ábrahám vándorlásairól van szó. Amikor Ábrahám újabb szólítást kap Istentől, akkor már nem is Mezopotámiából vándorol éppen ki, hanem valamelyik közbelső helységből, útban Kánaán felé, és a
mondat az valahogy úgy összegzi, hogy és útra kelt Ábrahám feleségével, Sárával, szolgáikkal, házilegényeikkel, stb. Stb. Hát föltetőleg ez úgy értendő, hogy itt egy komplett nemzetség kerekedik fel Ábrahám vezetésével, és vonulnak tovább Kánaán felé. És a mondatnak van egy befejező része, ami szó szerint fordítva héberből így hangzik. És velük mentek mindazon lelkek, akiket Ábrahám és Sára csinált. Így. Ennek van egy gazdag exegetikai irodalma, hogy mégis mi a francról van szó ebben a mondatban. A legáltalánosabb rabbinikus értelmezés szerint hát vonult ez a nemzetség, és útközben az egyik az hitre térített néhány embert, és azokról van szó ebben a mondatban. Tehát hangsúlyozni kell, hogy a mondat nem ad, nem sugallja, hogy valami ilyesmiről lenne szó. A mondat nemes egyszerűséggel, és méghozzá nem is emberekről beszél, hanem hogy, és azok a lelkek, akiket Ábrahám és Sára csinált, itt baromi fontos az is, hogy a bibliai összefüggésben itt még nincs gyerekük. Tehát még arra se lehet ráfogni, hogy azok lennének esetleg a lelkek, akiket csináltak. Hát nézd, egy kabalistának semmiféle problémája nincs megoldandó a mondat értelmét. Természetesen arról van szó, hogy Ábrahám tudott embereket csinálni, hogy mondjam, egy sereg gólem vonult a nyomukban, amit onnan is lehet tudni, ugye, hogy a Széfer Jeszirát, mint tudjuk, Ábrahám írta. Hát nyilván abban leírta, hogy hogy kell lelket csinálni, adott esetben Sárával együtt. Sára a Széfer Jeszirában speciál nem szerepel. Ez az egyik, ami, tehát ez a bibliai mondat, ami miatt a kabalisták úgy tudják, hogy ezt a szöveget Ábrahám írta. A másik oka, hogy a Széfer Jeszirának a végén Ábrahám fölbukkan. Rettenetesen furcsa mondatszerkezetekben, amelyeknek körülbelül az a lényege, hogy Isten ölbevette Ábrahámot, megpuszilta a buksiját, és megtanította mindenre, amit egyáltalán, amire egy ember megtanítható, és Ábrahám megpróbálta, mondja a szövegünk, most szó szerint idézem a Széfer Jeszira végét, Ábrahám próbálkozott, és itt el van sorolva egy halom ige, amik egyébként a Széfer Jeszirában magában szerepelnek, világteremtés ügybe, tehát, hogy és gyurmikált, és kiszámolt, és átgondolt, és kombinált, ezt majd minden mondom, hogy micsoda, és sikerült neki, mondja a szövegünk szó szerint, anélkül, hogy egy finom említést vagy célzást is megengedne abba az irányba, hogy mégis mi sikerült neki. De sikerült neki, ennyit tudunk. Nem lehet azt se tudni, hogy ezt hozzáírták-e esetleg a Széfer Jeszirához, mert elég idegen a szöveg magától, ettől a 8-10 oldalnyi misztikus szövegtől, de minden esetre még egyszer mondom, tehát a hagyomány szerint a Széfer Jeszirát Ábrahám maga írta, azt írta le benne, amit közvetlenül Isten magyarázott el neki, miközben a térdén lovagoltatta, és teremteni, valamit teremteni tanította meg. Na most a bennünket érdeklő tulajdonképpen egyetlen kérdés, amit érdemes elmondani a Széfer Jeszíráról, hogy, mint mondtam, le van benne írva mégis, hogy technikai értelemben Isten hogyan alkotta meg az univerzumot, mégpedig igen részletesen le van írva, ezzel kapcsolatban őrült mennyiségű kommentár keletkezett. Arról van szó, hogy Isten betűkombinációkkal alkotta meg a világot, ez nagy részletességgel le van írva, nevezetesen tulajdonképpen valami olyan derül ki belőle, most óvatosan fogalmazok, mert azért a szöveg elég nehezen értelmezhető, hogy mintha két óriási korong lenne egymás mellett, mindkét korongra fel van írva a héber ABC 22 mással hangzója. Itt fontos tudatosítanunk, ugye, bár már mondtam ezt is, hogy a héberben, mint valamennyi sémi nyelvben, elfben, az írásban kizárólag mással hangzók vannak. Az egy későbbi, későközépkori kiegészítés, hogy ma már tudnak magánhangzót is írni, mind arabul, mind héberül, de tulajdonképpen nyelvcsaládi okoknál fogva bőven elég a mással hangzóknak a leírása, és mindig is csak ezeket írták le. Ez egy indoeurópai nyelven ugye egy megvalósíthatatlan dolog, ezt tudjuk a már sokszor emlegetett Micimackóból,
ahol ugye Bagolynak a kitűzött cetliei az ajtajára egyszerűen értelmezhetetlenek. Ez a kérem kopogtatni, ha be akarnak menni. Emlékeznek, ilyen szerű szövegek vannak, de a borzasztó megtévesztő, ezt a magyaron is pillanatok alatt ki lehet próbálni, hogy ilyen alapon mondjuk a rektor és a raktár az ugyanaz a szó lenne. A Hiberben, és még egyszer mondom, az összes sémi nyelvben ezt bomba biztosan meg lehet csinálni, hogy csak más hangzókkal írnak. Ma Izraelben is kizárólag más hangzókkal vannak az újságok és a könyvek nyomtatva. Ez alól kivétel a versek és a gyerekkönyvek. Ott van, ott be van magáhangzózva. Ennek nagyon egyszerű oka van, a sémi nyelvekben a jelentést magát csak a mással hangzók hordozzák, és tulajdonképpen a magáhangzók azok, amivel ragozunk, illetve a, hogy mondjam, a mondat összefüggést megteremtjük. De magát a jelentést egyszer s mindenkorra meghatározza. A jelentés mezőt meghatározzák a mással hangzók. Tehát még egyszer, van ez a két korong, a 22 darab mással hangzóval, és valahogy olyan, mintha Isten ezeket elkezdené egymás mellett elpörgetni, olyan módon, hogy a először összekombinálja a mássalhangzó állomány, tehát az ABC első mássalhangzóját a másodikkal, utána az elsőt a harmadikkal, utána az elsőt a negyedikkel. Aztán miután ezt végigcsinálta, ugyanezt megcsinálja fordítva is. Én összesen matematikához totál hülye vagyok, de minden alkalommal már, amikor kommentárokat olvastam, ott pontos számítások vannak, hogy ez hány kombinációt hoz létre, rettentő sokat, de lényegében így alkotja meg a világot. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az egész mögött egy olyan szemlélet van, ahol hát egyrészt a nyelv és az írás azonosítva van, amit ugye mi ma már az iskolában tanulunk, hogy ez két egészen különböző dolog, lásd az angol nyelv írását és beszédét. Tehát egyszerűen semmi köze a két dolognak egymáshoz, a régiek ezt nem így tudták. Súlyosbítja a dolgot az, hogy a legrégibb héber és arab grammatikák azok úgy tudták, hogy egy szóhoz minimum két mással hangzó kell. Tehát magyarul, hogy a gyökök azok tulajdonképpen két mással hangzóval állnak, az összes többi az már ragozás, képzés, stb. Mi speciál ma úgy tudjuk, hogy három mással hangzó kell hozzá. Tehát valójában három a minimum, a két mással hangzós gyökök valójában három mással hangzósok voltak, oly módon, hogy a második és a harmadik mással hangzó azonos volt. Ez mindegy, ez egy nyelvészeti mellékszál csak a dologban. A kombináció a hihetetlenül izgalmas. Ez a legrégebbi szövegünk, amiben fölbukkan az a gondolat, hogy a, hát jobb szó hiány azt mondanám, hogy a világ tulajdonképpen nyelvi természetű. Tehát, hogy nyelvi kombinációk és permutációk segítségével lett megalkotva. Ezt mindenki tartsa gondosan szem előtt, ha gólemet akar majd csinálni. Tehát, hogy ez így kell. Egy asszociáció kedvéért itt ugrom egy nagyon érdekes dologra. Azon nagyon sok vita folyt, hogy tulajdonképpen ezek a típusú, ha tetszik, misztikus elgondolások, vagy kabalista elgondolások milyen régiek lehetnek a judaizmus történetében, és ezen egy hajdani elvben egy egyoldalú vita zajlott Gershom Scholem, az ő nevét már sokszor emlegettem, és az őt követő, ma is élő, kabalához leginkább értő nagy tudósnak, Moshe Idelnek. Ő köztük volt egy ilyen vita, ismertek is egymást, de hát alapjában véve itt az Idel az, aki vitatkozik, az immár halott Scholemmel, és neki, mármint az Idelnek van egy hihetetlenül izgalmas megfigyelése, vagy intuíciója, egy konkrét talmudi helyel kapcsolatban, ami a második vagy a harmadik században ír le egy szituációt. Nevezetesen az van benne ebben a talmudi helyben, hogy egy Rabá nevű hapi, majd mindjárt a névre érdemes még egy szót vesztegetni, vagy Rabá, vagy Rabá, attól függ, hogy kell ejteni, embert alkotott, szó szerint férfit. Ezt a megalkotott hapit, és semmi részlet nincs arról, de mégis hogy. Az
Ez egyszerűen így van. Ez egy ismert talmudi figura egyébként a rabá. Tehát ember teremtett, mondja egy helyen a Talmud, és átküldte a szomszédba. Mármint egy másik rabbihoz, és oda belépett ez a műember. A gólem szót nem használja a szöveg egyetlen egyszer se. Belépett ez a mesterséges ember, nem tudom, hogy hívjam, homunculus, és mire ez a szomszéd rabbi meglepetten kérdezett tőle valamit, gondolom, hogy ki a franc küldött, vagy ki a fene vagy te, és az illető nem válaszolt, mondja a Talmud. Ebből, ez baromi fontos, ebből a rabbi rájött, hogy ez nem egy igazi ember. Nem válaszolt. És akkor mit tudom én, csinált valami hókusz-pokuszt, amitől az szétesett porrá, tehát megszűnt. Ennyi. Na most, ezen mindenféle szakirodalmi viták voltak, hogy mi a franc ez a jelenet tulajdonképp, és ilyen régi rabbinak, tehát a második vagy harmadik században tulajdonították már neki, hogy tudott, hát ezek szerint gólemet csinálni, még akkor is, ha a szót nem használja. És a legfantasztikusabb megfigyelése ennek a bizonyos Móse Idel nevű tudósnak, csak arra akarom példának elmondani, hogy mire jó, ha tudományban valakinek például egyszerűen csak szeme van. Leírta ezt a mondatot úgy, ahogy a Talmudban hangzik, tehát rabá teremtett embert, egy embert. Az érdekessége a mondatnak az, hogy használja azt a bizonyos teremteni igét, a barát, a Biblia első mondatából, amiről már mondtam, hogy nem szabad használni. Na most ennek oka kell, hogy legyen, hogy meri ezt a szót, ha tetszik, a teológiai, grammatikai szabályok megsértésével használni. Most egy kicsit egy hülye jelenet következik, ugyanis fel fogom írni héberül a táblára, amit maguk nem fognak tudni elolvasni, de megjelölöm benne azokat a betűket, amire érdemes odafigyelni. Csak kerítek ehhez valami használhatóbb. Tehát ez így nézett ki. Ez úgy olvasandó, hogy a rabá. Ez egyszerre jelent rabbit arámiul, és ugyanakkor a habsinak ez volt a tulajdonneve. Ugye azt látják, hogy három mással hangzóval áll, ugye innen kell olvasni. Tehát ez volt a pasi neve, a rabá. Teremtett az jön. Az ugye úgy néz ki, hogy bará. Ugye össze tudják hasonlítani az egyes betűket. De azért még mindjárt mutatom is. Egy férfit teremtett, itt egy kicsit hibázik a dolog, gavrá. Ez viszont így néz ki. Na most, ugye ez a három mással hangzó a rabában, ez ismétlődik meg más sorrendben abban, hogy bará teremtett. A gavrában az egyetlen dolog, ami nem illik bele, az a gimel az elején, de a folytatása már ugyanaz a három. Magyarul tulajdonképpen ugye azon tökölt az Idel, hogy meri használni ezt az igét, a Biblia első mondatából a bará igét, és azt a zseniális észrevétel teszi, hogy ez a mondat, ez egy rejtett utalás arra, hogy betűkombinációval hozta létre azt a bizonyos gavrát, azt a bizonyos embert, akit aztán átküld a szomszédba, mert a mondat tulajdonképp minimális megszorítással, de három betűt, az első három más hangzott variálja a teljes mondaton keresztül, amihez ugye meg kell sértenie egy grammatikai, teológiai szabályt, amit nyilvánvalóan azért sért meg, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy kell olvasnunk ezt a mondatot. Nem tudom, világos-e egy rendkívül finom észrevétel, ami, hát ha igaz, ha az Idelnek igaza van, akkor ez azt jelenti, hogy a második, harmadik század körüli időkben valamiképpen létezett már az a tradíció, amire az egész Széfer Jeszira támaszkodik. Vagyis, hogy Isten a világot betűkombináció útján hozta létre, úgy, hogy ezt a két korongot forgatta egymás mellett. Így tulajdonképpen a Széfer Jeszirát akár el is hagyhatjuk, a lényeg az, hogy a 9. századtól kezdve megszámlálhatatlan tömegű filozófiai, vallási és mindenféle egyéb kommentárt írnak a szövegéhez. Ennek következtében rengeteg variációba fennmaradt.
Az összes világnyelvre le van fordítva, és most kapaszkodjanak meg, felhívom a figyelmüket, hogy ez magyarul is megvan. A Széfer Jecirát 1931-ben lefordította magyarra egy bizonyos Tennen Béla, fogalmam nincs, hogy ki ez, és egy kis füzetkébe kiadta, ez az összes magyarországi nagy könyvtárban megvan, beleérte természetesen itt a hebraisztika könyvtárát is. A fordítás pocsék, de le van fordítva magyarra, szóval tulajdonképpen, ha valaki meg akar vele ismerkedni, akkor meg lehet ismerkedni. Még egyszer Tennen Béla és 931-es a kiadás, csak mondom, sejtelmem nincs, hogy ez kicsoda. Az, amit tulajdonképpen kabalának fogunk nevezni, az nagyjából a 12. századtól kezdve jelentkezik egyre több és több kéziratban. Erről ugye előző alkalommal már esett is szó, hogy ezek kicsi intellektuális elit közösségek, zömmel Dél-Franciaországban és Spanyolországban, akik ezzel foglalkoznak, egymással nagyon szoros kapcsolatban. Az első olyan kézirat, amit biztosan azonosítani tudunk, az a Bahir könyve. Csak a szót magát felírom, de tulajdonképpen nem kell megjegyezni, csak talán érdemes tudni. Nagyjából világosságot, fényességet, ilyesmit jelent a szó. Most már csak megszokásból fűzöm hozzá, hogy nem tudjuk, hogy ki írta, nem tudjuk, hogy hol írta, és csak egész homályos sejtéseink vannak arról, hogy mikor. A szöveg egy félreérthetetlenül héberül van. Ez is része annak a, hogy mondjam, a judaizmus egész történetét végigkísérő nagyon furcsa jelenségnek, hogy adva van egy nyelv, ami hát a Bibliának a nyelve, eredetileg ennek a népnek a népi anyanyelve, amelyet a babiloniai fogságtól kezdve, ami az elég rég volt, egyre kevesebben végül senki nem beszél. Ez borzasztóan fontos, a nyelvcsere az a babiloniai fogságban zajlott le, a babiloniai birodalomnak az arámi volt a hivatalos adminisztratív nyelve és beszélt köznyelve, tehát ilyen lingva frankaként működött mindenki. Arámiul mindenki tudott, óriási volt a birodalom, rettentő tömegű, leigázott nép volt benne, amivel egymással beszélni tudtak, az az arámi volt. Ez egy sémi nyelv, nagyon közel áll a héberhez. Ennek következtében, hogy mondjam, poén kedvéért fogalmazok így, a zsidók számára volt a legveszélyesebb. Olyan közel áll ugyanis a héberhez, hogy helyenként össze lehet cserélni. Na most ez az összecserélés le is zajlott. Elég sokáig tartott ehhez ugye a babiloniai fogság. Minden jel szerint a babiloniai fogságból hazatérő nép igen jelentős, vaszek túlnyomó része nem tudott már héberül, arámiul tudott, amit nyilván a fogság idején könnyű volt összecserélni a saját nyelvükkel, tehát akik hazamentek, azok már nem tudtak héberül. Ennek vannak bibliai nyomai, a babiloniai fogságból való hazamenetel után ugye Jeruzsálem romjai között Esdrás összehívja, hát a Bibliában így áll mindig, az egész népet, és felolvassa nekik a törvényt, és utána megmagyarázta, mondja a szövegünk, amit a Talmud, amikor eljut ennek a helynek az értelmezéséhez, akkor egyértelműen közli is velünk, hogy azaz lefordította. Tehát ez nem egyszerű törvénymagyarázatot jelent, nyilván azt is. De arról van szó, hogy bármennyire hasonlít is a két nyelv egymáshoz, tulajdonképpen a nép közvetlenül, egyszerűen ha felolvassák neki Mózes 5 könyvét a babiloniai fogság után, már nem érti, legalábbis nem érti folyamatosan a szöveget. Ettől kezdve az arámi válik fokozatosan a tulajdonképpeni beszélt nyelvé. Erre vannak új szövetségi bizonyítékaink is, tehát több ponton teljesen világossá válik, hogy Jézusnak az arámi anyanyelve volt. Föltetőleg tudott héberül, egyszerűen azért, mert vallásilag művelt ember biztos, hogy tudott héberül, de passzívan. Tehát a beszélt nyelve az arámi volt. Ennek van néhány az új szövetségben, még a magyar fordításban is észrevehető, csak persze valamilyen más nyelvet is kell közben tudni hozzá, nyomai. Egészen
durva és erős nyomai vannak, tehát ha történetileg vesszük komolyan az evangéliumi leírást, tehát mint történeti forrásszöveget, akkor rendkívül sokat mondó például az, hogy a kereszten az a bizonyos mondat, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, amiről ugye, ezt azért gondolom többé-kevésbé mindenki tudja, vagy legalábbis sejti, ez Zsoltár idézet. Egész pontosan lehet tudni, egy keresztény Bibliában itt meg is találják az átutaló jegyzetet, hogy melyik Zsoltár első sorát idézi Jézus, arámiul. Az, ahogy ott görög betűkkel, illetve a magyar fordításban latin betűkkel át van írva az éli, éli, láma szabaktáni. Ugye ez arámiul van. A vicc az benne jó példa is arra, hogy hogy lehet összecserélni a két nyelvet. Az éli, éli, Istenem, Istenem. Ez héberül is ugyanígy hangzik. A láma, miért? Ez héberül is ugyanígy hangzik, de a szabaktáni az nincs héberben. Egyáltalán ez arámiul van, ez azaftáni lenne, ha héberül idézné. Ugye nem csak arról van szó, hogy valaki a haldoklása pillanatában arámiul szólal meg, ennél még súlyosabb érv abban a pillanatban egyeduralkodó szerepe mellett, hogy a zsoltárok, tehát a bibliai szöveg is, hogy mondjam, a spontán tudatban arámiul létezik. Holott nincs arámi fordítása ebben a pillanatban még a Bibliának, tehát ez azt jelenti, hogy amikor beszélnek a bibliai szövegről, akkor arámiul idézik, arámiul gondolkodnak rajta, stb. Stb. De a szöveg az héberül van, tehát itt, hogy mondjam, rögtönzött módon jelenik meg arámiul. Van még, nem akarom magukat már fárasztani, még egy példát mondok, csak annélkül részletesen mondanám, a halott lánynak a feltámasztásakor, amikor Jézus elé viszik ugye a halott lányt az evangéliumban, és ő azt mondja, hogy talita kumi, leány, kelj fel. A magyar fordításban többnyire az van, hogy kelj fel és járj, az nincs ott a szövegben, de mindegy. A leány, kelj fel, ez megint csak a kelj fel, az héberül is ugyanígy mondanánk, a leányra ez a szó kizárólag az arámiban létezik. Tehát nem érdemes erről túl sokat beszélni. Teljesen nyilvánvaló, hogy az első században gyakorlatilag már mindenkinek az adott földrajzi területen az arámi, a beszélt nyelve és egyben az anyanyelve. Ez egy borzasztóan különös helyzetet hoz létre, ezt ezek az iratok miatt mondom, hogy tulajdonképpen előáll egy olyan történelmi helyzet, és tart egészen némi túlzással 1947-ig, amit azzal lehet jellemezni, hogy hát hogy mondjam, héberül élő ember nem beszél. Pontosabban ember az embertársával nem beszél héberül. Most ezt tipikusan úgy szoktuk ugye leírni, hogy hát akkor ez egy halt nyelv. Na most a dologban tényleg az az őrület, hogy ugyanakkor 2500 éven keresztül megszámlálhatatlan, nem csak vallási, hanem mindenféle egyéb irodalmat írnak héberül. Tehát valami egészen különös viszony jön létre, ez nagyon különbözik. De ugye a kézenfekvő analógia a középkori latin lenne. De hát a középkori latint az gyakorlatilag csak, hogy mondjam, a papság és a szerzetesség művelt része ismerte, és ők se nagyon beszéltek rajta. De írni kétségkívül írtak rajta, csak az egész mögött van egy végtelen keresztény tömeg, ahol senki nem tud latinul, de egy büdös szót se. Na most itt ez egészen máshogy néz ki annak következtében, hogy ebben a vallási hagyományban minden férfi köteles vallási irodalmat tanulni, vallási irodalom itt nagyon tágan értendő, hát az imák kivétel nélkül héberül vannak, leszámítva azt a néhányat, ami arámiul. Tehát tulajdonképpen egy nyelvészetileg a mi nyelvfogalmunk szempontjából egy elég képtelen helyzet áll elő. Ugye egy nyelv az úgy fejlődik normális körmények között, hogy hát mivel használják. Megállás nélkül keletkeznek benne új szavak, és megállás nélkül mondjuk távoznak belőle szavak, amiket, hogy mondjam, egyre kevésbé értenek. Tegnap például ráordítottam a kislányomra, hogy hozzon be valami üstöllést. És nézett rám, mint egy hülye, hogy mit csináljak. Nem olvasta az egri csillagokat, ezt onnan szokás ismerni, gondolom maguk is. Ha ismerik ezt a szót, a egri csillagokba hangzik el ezt, hogy üstöllést. Őszintén szóval sehol máshol nem olvastam.
Na, ilyen módon azt kell gondolnunk, hogy ha a Gárdonyot használta, akkor föltehető, hogy ez valamikor a magyar nyelvben benne volt. A most rögtön jelentésbe üstölést hozza ide. Tökéletesen kiment a használatból, mint nem tudom, a szakállas puskától kezdve sorolhatnám a Gárdonyi fél szókincse. Az a vicc benne, hogy amiatt, hogy állandóan írtak új és új kabalista, filozófiai, kommentárirodal, egzegetikát, stb. Mindent mindig héberül írtak ebben a hagyományban, és hát rengeteg más nyelven beszéltek, ennek következtében állandóan jönnek be új szavak, állandóan keletkeznek új szavak, de semmi nem tud kimenni belőle. Nem tudom, ez a vicc abban, amikor ilyen féloldalasan használnak, hát ráadásul évezredeken át egy nyelvet, hogy nem úgy viselkedik, mint egy normál nyelvfejlődés, miközben letagadhatatlanul fejlődik. Tehát gondoljanak bele, mert a 12. században például irtózatos tömegű héber nyelvű csodálatos bordal maradt ránk. Tehát magyarul van tényleges aktív költészet, szép irodalom, ami hát lényegében a bibliai nyelvet használja, eközben alkot, hát ha nagy költő kezében van, akkor alkot teljesen új fordulatokat és teljesen új szavakat, de semmi nem megy ki a nyelvből, a nyelvhasználatból, azért nem tud kimenni, mert nincs tényleges nyelvhasználat. Nem tudom, világos-e az egész helyzetnek a paradoxona. Ezek aztán nagyon komoly gondot okoznak majd akkor, amikor váratlanul elkezdik a nyelvet beszélni. Ez nagyjából a 19. század legvégén, több erőteljes kísérletben, hullámokban történik, részben a vallásos cionizmus, részben a Herzl-féle világi cionizmus megjelenésével. Nekem erre van egy klasszikus, gyönyörű példám, a Herzl, ugye mindenki tudja, Herzl Tivadar, a cionizmus megalapítója, egy rohadt szót nem tudott héberül, de azt hiszem a betűket se ismerte. Na most ezért neki, hát amikor megírta a Judenstadt című fő cionista művét, a tulajdonképpen politikai programját, akkor többek közt vesztegetett egy fejezetet arról, hogy a majdan létrehozandó országban milyen nyelven beszéljenek. Na most marha jó, hogy hát végigizéli, hogy hát a régi nyelvek közül semmi nem jön számításba, nem akarok csigázni magukat, úgy dönt, hogy beszéljenek németül. Az a legjobb, az egy magasrangú kultúrnyelv, azt mindenki tudja, hát abban a közegben, ahol ő élt, ott tényleg mindig mindenki tudott németül, akár Budapesten volt éppen, akár Bécsben, akár Párizsban. Ő a német mellett dönt, de leír egy gyönyörű mondatot, amit én nagyon szerettem ebbe a Judenstadtba, és ez a mondat így hangzik, hogy elvégre is a héber elleni érvelésekor azt mondja, hogy elvégre is hogy lehetne héberül vasútjegyet vásárolni. Hát ugye ő németül írta a könyvét, és hát ott valóban legfeljebb egy, nem tudom, kölcsönbérleti szerződést lehetne kötni egy harci szekérre. De hát leírja ezt a mondatot. Na most különösen vicc az egészben nekem azt Izraelben a héber tanárnő mesélte, akinek héber az anyanyelve, tehát ő kint született. És azt mesélte, hogy hát ő nem tud egy szót se németül, ezért ő héberül olvasta el természetesen a már gyerekkorában a Herzlnek ezt a könyvét, és elmesélte nekem, hogy úgy ötször egymás után elolvasta héberül ezt a mondatot, hogy hogy lehetne héberül vasútjegyet vásárolni, és marhára nem értettem, mi a probléma, hiszen héberül van a szöveg. Jó, ezek a nyelvi része ebből a szempontból a Bahir könyve egy lényeges továbblépés az előbb említett Széferi Ecirához képest. A Bahirral már vannak problémák, ez egyértelműen kabalista mű, egyértelműen kabalista fogalmakat használ, stb. És a probléma az vele, hogy második, harmadik századi héberül beszélő palesztínai zsidó bölcsek beszélgetéseit rögzíti. Ezek kabalista beszélgetések természetesen. És mint Gershom Scholem megállapította, egy része ezeknek a bölcseknek valóban a Talmudból ismert történeti figura, más részüket a Bahir könyv szerzője találja ki. Ez egy nagyon furcsa helyzet, lesz folytatása. Tehát magyarul kitalált és nem kitalált személyek rendkívül bölcs és mély beszélgetései. Körülbelül ebből áll a Bahir könyve, ami elindítja azt az özönt, ahol megállás nélkül születnek a jobbnál jobb kabalista kéziratok. Na most így jutunk el a már említett 13. század elejére,
ezt most csak felelevenítem, mert emlékezetem szerint erről már beszéltünk, az egyik spanyolországi kisvárosban él egy kiváló kabalista más kabalisták között, akit úgy hívnak, hogy Móse de León. Ezt talán nem kell, hogy felírjam a... Írjam azért föl? Jó. Mint mindig az a probléma, én legszívesebben ezeket a neveket úgy írom, ahogy ez fonetikusan magyarul lenne, de mivel zömmel idegen nyelven szokott az ember róluk olvasni, azok mindig az angol helyesírást követik. Tehát magyarul én egyszerűen csak egy S-t írnék, de angolul ugye SH-val írják a Móse nevet, és ennek következtében viszont németül meg franciául is így írják, fogalmam nincs, hogy miért. Móse de León. Próbálom valahogy besorolni. Ez egy igen jó képességű, komoly, jól felkészült, közepes kabalista. Ezzel nem csak a közepes filozófus is filozófus, tehát, de hogy mondjam, semmi rendkívüli, ezt akarom bele most csak kifejezni. Levelezik és kéziratokat ír, nagyon érdekes kabalista, traktátusokat ír, ez egy jó, jó kabalista, jó, erős, közepes. A vicc az benne, hogy egy adott pillanattól kezdve egyszer csak a pasi elkezdi a leveleiben megpendíteni, más kabalistáknak írt leveleiben megpendíteni, hogy ő egy kolosszális kéziratnak a birtokába jutott, egy titkos, senki által nem ismert, rejtett bölcsességet tartalmazó nagy kézirathoz, aminek az a címe, hogy Zóhár. Egyértelműen héberül van, és azt jelenti, hogy ragyogás. Olyasmit jelentett, talán van, aki látta a Shining című filmet valamikor. Na, ez pontosan azt jelenti a Zóhár. Tehát, hogy ennek a csodálatos műnek a birtokába jutott, amit részben Simon bár Jachály, második századi misnai és talmudi bölcs írt, részben ennek a Simon bár Jachálynak a beszélgetéseit tartalmazza másokkal. Hát persze más kabalisták azonnal marha kíváncsiak lesznek, hogy mi lehet ebben a műben, amiről ő ennyire lelkendezik. Mire ő elkezd, először csak idézeteket küld és kommentálja őket. Na most az pillanatok alatt az összes többi akkor ismert kabalista számára nyilvánvaló, hogy ez valami fölfoghatatlan remek mű, amiből a pasas idéz, ír hozzá nagyon érdekes kabalista kommentárokat, minden kabalista, és egyetem a rabbinikus korban mindenki mindig kommentárokat ír. Így kell elképzelni a műveket. Ez tulajdonképpen a legjellegzetesebb szellemi műfaj. Tulajdonképpen az egész, hát az egész másfél ezer évben. Elkezdik persze bombázni, hogy szeretnének ők is szert tenni erre a kéziratra, amire hát visszaír a Móse de León, hogy hát sajnos neki csak egy példányban van, hát itt a városban van néhány másolóműhely, ahol ő le tudná másoltatni, hát ha lenne pénze. Hát akkor küldenek neki a Unionon keresztül pénzmagot, szóval átutalnak. És ő rendesen másoltat, szóval átverés nincs a dologban, elkezd először hosszabb, rövidebb traktátusokat másolatban küldeni, később már több traktátus, tehát elkezdi valóban postai úton szállítani a művet, sose az egészet, de azért szépen kezd összeállni, újabb és újabb kabalisták kapcsolódnak be a networkbe, ő másoltat, és közben lankadatlanul írja a kommentárjait, azok is írnak kommentárokat, megküldik egymásnak a kommentárokat, szóval kialakul valami, amíg egy szép napon Móse de León meghal. Ez, hogy mondjam, végül mindenkivel bekövetkezik, és hát persze azonnal letámadják az özvegyet, hogy a mintakézirat kellene, és hát az özvegy végül tehetetlenül széttárja a karját nagy nyilvánosság előtt, hogy ő nem talál semmit. Na most körülbelül így állunk történelmi ismereteink dolgában a Zóhárral. A Zóhár pillanatokon belül új meg új, hát kéziratos kiadást ér meg szerte a világon, és hát szó szerint ezt szokás mondani, de ezt nagyon komolyan, ez nem egy hasonlat, ezt szó szerint kell érteni, hogy a kabalisták bibliájává válik az Zóhár. Bizonyos értelemben lehet mondani mindmáig a kabala leghatalmasabb műve
az Zóhára a legmegtermékenyítőbb hatással volt a kabala egész későbbi történetére, stb. A zsidó vallási tradíción belül azok az áramlatok, amelyek a mai napig valamilyen viszonyban állnak a kabalával, a mai napig sziklaszilárdan ragaszkodnak ahhoz, hogy a Zóhár valóban a második századból származik, minimum a második századból, Simon bár Jochai saját írásait tartalmazza, illetve azoknak a beszélgetéseknek a lejegyzett szövegét, amiket Simon bár Jochai részben a családjával, részben a tanítványaival a tengerparton fel alá sétálgatva lejegyeztek. Ez szó szerint értendő, tehát én beszéltem erről haszidokkal, részben haszid barátaimmal is, akikkel, hogy mondjam, szóba nem lehet hozni azt a kérdést, hogy a Zóhár esetleg ennél későbbi lehetne. A későbbiség az a 19. században merül fel először a németországi zsidó felvilágosodás egyik tudományos téziseként jelenik meg, hogy a Zóhát nem más írta, mint Móse de Leon. Ez a 19. században még úgy jelenik meg, mint hogy hát ez közönséges hamisítóval és csalóval állunk szemben, aki, hát ugye tudjuk, mondjuk fennmaradtak a nyugták, hogy kinek mennyiért másoltatta a kéziratot, aki, hogy mondjam, egy szép summát is begyűjtött ezzel a hamisítvánnyal. A 19. század egyszerűen gyűlölte a figurát, mint az egész kabalát, úgy, ahogy van. A probléma, amivel az ember szubjektíve először találkozik ebben a kérdésben, az egy nagyon egyszerű dolog. Ha az ember elkezdi olvasni Móse de Leon kommentárjait a Zóhárhoz, akkor ezt most persze maguk kénytelenek egyszerűen becsület szóra elhinni nekem, abban a döbbenetes élményben van részük, mint hogyha, hogy mondjam, egy Dosztojevszkij művet olvasnának Kovács 12 Lajos kommentárjaival. Ha ezzel most le tudtam festeni, hogy miről van szó, tehát napnál világosabb, hogy egy egészen zseniális, hallatlanul termékeny, mély szöveget olvasunk, amit egy meglehetősen közepes, bár kétségkívül jó képességű és értelmes ember kommentál és próbál értelmezni. Most ugye az a problémánk, hogy a tudomány mai állása szerint ez a két figura azonos. Ez nem teljesen lehetetlen, erre mindjárt fogok egy példát mondani, de minden esetre, hogy mondjam, az ember súlyos zavarba van. Tehát a Zóhár legtöbb részével kapcsolatban az az embernek az erős benyomása, amit, mert nem tudom, olvasta-e valaki a jelenlevő közül mondjuk Cervantesnak a világirodalom történetét, ha nem, akkor ezen sürgősen javítsam. Érdemes azt a fejezetet megnézni benne, a Dosztojevszkij fejezetet. Most túl azon, hogy egyrészt zseniális az irodalomtörténeti szöveg, amit a Cervantes csinál, hát aki olvasott már Dosztojevszkijtől bármit, az azonnal rá fog ismerni, hogy micsoda teli találat. A Cervantes szöveg az azzal kezdődik, hogy Dosztojevszkij műveiben valószínűtlen emberek találkoznak valószínűtlen helyszíneken és valószínűtlen időpontokban, hogy valószínűtlen dolgokról beszélgessenek. Utána pillanatok alatt áttél arra, ezt a kifejezést használja Dosztojevszkijjel kapcsolatban, hogy ez nem egyszerűen író. Ez mindenki, aki Dosztojevszkijt olvas, komolyan az észleli, egy idő után, hogy jó, egyfelől egy zseniális író, hogy a párját rikító a nagy író, másfelől van benne valami, amit a Cervantes úgy jellemez, hogy titokzatos vallási géniusz. Ami valamiképpen nem egyszerűen szép irodalom. Nem tartozik hozzá, hogy nem az írói tehetség formális leírásához, de Dosztojevszkijre letagadhatatlanul, legalábbis a nagy művekre letagadhatatlanul igaz. Na most ez az embernek az erős benyomása, amikor a Zóhárt olvassa. Szóval én nem töltöm ezzel az életemet, de úgy simán el tudom képzelni, hogy valaki a fél életét a Zóhár olvasással és az azon való tököléssel töltse.
körülbelül, ahogy ez ugyanezt Dostoyevszkijjel kapcsolatban is el tudnám képzelni. Tehát a problémánk továbbra is az, hogy ez nem lehet rendkívüli módon, hogyan történetileg valószínűtlen, hogy hogy a második században keletkezett művel állnánk szemben. Na most akkor ugye a színre lép a 20. század elején Gershom Scholem, és hát neki áll egyfelől egy zseniális tudós, elképesztő tudással, másfelől halatlanul szisztematikus módon elkezdi a Zohárt tanulmányozni, és hát a következő megállapításokra jut. Egy, ezt most már az előbbiek alapján fogják érteni, ezt nem mondtam, bocsánat, tehát akkor ezt most utólag tegyük helyre. A Zohár arámiul van. Nem héberül van, arámiul van. Ami önmagában teljesen logikus, hiszen Simon bár Jochai a második században biztos, hogy arámiul beszélt Palesztinában. A probléma az vele, hogy Gershom Scholem, hogy mondjam, a modern tudósok azon legnagyobb generációjához tartozik, ahol ha valaki ilyesmivel foglalkozott, akkor, hogy mondjam, tudott úgy arámiul, mint a második századi palesztinai rabbik. És Scholem szerint az, aki ezt a könyvet írta, az pont annyit tud arámiul, amennyi a Talmudból megtanulható. Na most ez nem kevés. A mai napig mindenki arámiul a Talmudból tanul, mert hogy máshonnan nem lehet. Ezt talán említettem már, ez fontos tudniuk, hogy a Talmudnak kb. A 20%-a van héberül, és a 80%-a arámiul. Ez az úgynevezett talmudi arámi, ez egy bizonyos, ha tetszik, dialektusa az egykori arámi nyelvnek. Na most ő azt állítja, hogy az, aki a Zohárt írta, annak nem anyanyelve volt az arámi, bár tökéletesen otthonosan mozog benne, de hogy gyakorlatilag nem tud többet, amit egy anyanyelvűtől elvárna az ember, nem tud többet, mint az a gigászi szöveghalmaz, amit egyébként a Talmudon keresztül magába olvasztott, és ami ennél is fontosabb, ez a Scholem legkeményebb megállapítása, aki a Zohárt írta, az föltehetőleg soha életében nem járt Palesztinában. Ez mondjuk Simon bár Jochainál problematikus lenne, mert hogy egész életében ott született, és ott is halt meg. Na most természetesen ezek negatív és közvetett bizonyítékok, de a Scholem azt állítja, hogy csak olyan helység van megnevezve az egész Zohárban, ami a Talmudban is meg van nevezve. Csak, hogy mondjam, olyan földrajzi helyekről tud, amelyek a Talmudban is szerepelnek. Most tessék megkapaszkodni. Ugye ezt biztos hallotta már mindenki azt a kifejezést, hogy babilóniai Talmud. A zsidó vallási tradícióban két Talmud van, a jeruzsálemi Talmud és a babiloniai Talmud. Eléggé hasonlítanak egymásra, sok a szövegátfedés is. A különbség az, hogy a jeruzsálemi Talmud az mondjuk 4 kötet, a babiloniai Talmud az 40. Tehát egy gigantikus, sokkal nagyobb mű, de valóban Babilóniában készült. A mestereik többnyire valószínűleg jártak is Palesztinába, de ez a Talmud, a babiloniai Talmud Babilóniában, tehát mai Irakban, ha tetszik, készült. Ennek következtében vannak benne földrajzi tévedések. Hát azon egyszerű oknál fogva, hogy a Talmud azt a teljes tradíciót írja le, ami palesztinai tradíció, de Babilóniában írja le. Nem tudom, világos-e a helyzet. Na most ennek következtében néha vannak benne olyan tévedések, hogy mit tudom én, két város között 3 napi járóföldre tesz említést a Talmud, valójában 2 hétig kell lovagolni az a két helységre. Most ezek a földrajzi tévedések megjelennek a Zohárban is. Erre építi Scholem azt a teóriát, erre meg a nyelvre, hogy itt nincs kecmec, ezt arámiul írta egy olyan ember, most tessék megkapaszkodni, aki soha életében 2 szót arámiul nem hallott. Egyszerűen azon oknál fogva, hogy ha ez valóban, ahogy ő feltételezi, Moshe de Leon a 13. században, akkor hát körülbelül 1200 éve senki nem beszél arámiul. Következésképp, ráadásul spanyolországi a pasi, ott született, ott élt, ott halt meg, egész életében az arámi számára, hogy mondjam, rituális nyelvként létezik,
nyilván fejből tudja a Talmudot, tehát teljesen otthonosan mozog. A Talmud által, hogy mondjam, fungált földrajzi közegben, nyelvi közegben, az égvilágon mindent. Tökéletesen otthon van benne, de ő nem onnan van. Szemben a beszélőjével, Simon Bár Jochájjal. Na most, hát elég nehéz eldönteni, hogy mondom, nagyon vallásos körökben hallani nem akarnak arról, amit a Gershom Schulemczen bizonyítottnak tekint, hogy Mósé de Leon maga írta, de továbbra is nyitva marad ez a problémánk, hogy igen, de mondjam, hogy nagyon durván fogalmazom, Mósé de Leonnak nincs annyi esze, hogy a Zóhárt megírja, márpedig egyelőre, hogy mondjam, félig meddig tudományos konszenzus van abban, hogy tetszik, nem tetszik, ő írta a Zóhárt, aminek ugye soha nem került elő egyébként eredeti olyan kézirata, ami Mósé de Leon birtokában lett volna, és amiből ő másoltatott volna, stb. Nem tudom, hogy a problémát részben, mint szellemi problémát adnám fel, ezen érdemes tökölni. Ha megengedik, elmesélném a tisztára a poén kedvére egy hasonló valamit. Én rám nagyon nagy hatást tett, úgyhogy nehezen is tudnék ellenállni annak, hogy elmesélj, hogy ne meséljem el. Ha rákeresnek például a Google-ba, és beírják azt a nevet, hogy Cvi Kolic, felírom a nevet. Méghozzá úgy, ahogy ezt angolul szokták írni, akkor ugye ez így néz ki. Ezt most tisztára csak a dolognak a szellemi érdekessége miatt mesélem el, mert hát szigorúan nem tartozik, legalábbis nem a kabala, a vallás témájához már tartozik. Tehát Cvi Kolic, ha erre rákeresnek, akkor egy írónak a rövid, és én szerintem tökéletesen megbízhatatlan életrajzát fogják találni. A pasiról, amit biztosan tudunk, fogom mondani, mi az, amit biztosan tudunk, mi az, amit nem tudunk biztosan. Amit biztosan tudunk, hogy 2002-ben halt meg New Yorkba. Ez tuti, akkor temették el, nem hallatott meg később. Annyit tudunk róla, vagy tudni vélünk, hogy litvániai zsidó eredetileg, és hát ez csak következtetés, mert tudni nem tudjuk, nagyon masszív vallási iskolázottsága kellett, hogy legyen, tehát valószínűleg jesivába járt. Állítólag nagyon korán árvaságra jutott, lehet, mármint, hogy meghalt az apja, ezért endő. Volt egy csak halom testvére, és 37-ben, ez nem biztos, hogy igaz, 37-ben a mama az összes gyerekkel együtt elmenekül Litvániából, és elmenekülnek először Németországba, zseniális ötlet, 37-ben, de mondjuk hamar észre térnek, és tovább menekülnek Olaszországba. Itt már vannak bizonytalanságok. Amit biztosan tudunk megint, a mama és az összes többi testvér még a világháború kitörésének pillanatában, tehát valamikor 39 körül tovább menekülnek Palesztinába, ami ugye akkor brit mandátum. A bizonytalanság az ott van, hogy maga Cvi Kolic ott marad Olaszországba, és nem tudjuk, hogy mit csinál. Állítása szerint, tehát két dolgot tudunk, egyik az ő saját állítása, ami vagy igaz, vagy nem, elvégezte a haditengerészeti akadémiát. Ez nem lehetetlen, csak nem tudom, én nem végeztem el például. Szóval egyszerűen nem tudom, hogy miért végezte el, hogy végezte el, erről nem tudunk semmit. Ez szerepel az önéletrajzába. És fennmaradt egy rövid cikkecskéje, amit kiküldött Palesztinába, és ott megjelent, amiből határozottan úgy tűnik, hogy nagyon rokon szembezik Mussolinivel és Mussolini rendszerével. Ezt hozzá kell tennem, amit nem szokás ma hangsúlyozni, de fontos tudni, Mussolini fasizmusa, amíg egészen szoros kapcsolatban nem lépett a németekkel, nem volt antiszemita. Ez egy fontos dolog. Tehát fasiszta volt, ami a rendszerfelépítést illeti, de zavartalanul, lám, ha igaz, el lehetett végezni egy haditengerészeti akadémiát, egy ráadásul nem is olasz zsidó számára. Na most innentől megint elhomályosul az életrajz, még az eddiginél is jobban. Kitör a második világháború, a pasi úgy tűnik, hogy tovább menekül Palesztinába, ami logikus lenne, hiszen a család már ott van. És állítólag a Menahem Begin által vezetett egyik föld alatti
zsidó, ha tetszik, terrorcsoportba lép be. Emellett tűnik szólni, de ezt is csak tőle tudjuk, hogy legalább kétszer becsukták az angolok. Tehát az idő egy jelentős részét börtönben tölti. Most tessék megkapaszkodni. Innen egyszer csak felmerül, tehát előjön a börtönből, mint a brit hadsereg toborzó tisztje. Na, innentől kezdve teljesen bizonytalanok a életrajzi adatok. Úgy tűnik, hogy egész Észak-Afrikát és a Közel-Keletet bejárja a háború alatt és a végén, mégpedig abból a célból, hogy a 8. brit hadsereg számára rekrutáljon embereket. Állítólag ez szép sikerrel csinálja, de mindeközben az életrajz szerint úgy tűnik, hogy ő valójában továbbra is a Menahem Begin-féle ellenállásnak a tagja. Tehát ő tulajdonképpen annak az ellenállásnak a számára rekrutál embereket a brit hadseregen keresztül, amelyik ugyanis ilyen módon kiképzi és fegyverzi. De ezt se lehet biztosan tudni. Egy biztos utána részt vesz a függetlenségi háborúban. Schnitt, most jön az, amit biztosan tudunk, és ami biztosan, már amennyire bármit biztosan lehet tudni, ahol érdekessé válik, és amiért elmesélem. 1946-ban, ez hold biztos, a pasas fölbukkan Buenos Airesban, ahol úgy tűnik, hogy minden másnap ilyen, hát akkor már, hogy mondjam, a létrehozandó jövőbeli izraeli hadsereg számára rekrutál, tehát magyarul beszédeket és előadásokat tart. Eközben, 46-ban egy Buenos Aires-i jiddis nyelvű zsidó lap, jiddis egy Zeitung névre hallgat, felkéri őt, Zvi Kolicot, hogy mint aféle írogató ember, hát nyilván írta újságcikkeket, meg mindenfélét, írna-e valamit a lap Jom Kipuri külön számára, így irodalmi mellékletet. Most valahogy úgy látszik, kedve támadt, és elfogadja ezt a felkérést. Annyit tudunk, sajnos megint csak tőle, hogy 3-4 napra bezárkózott a hotelba, a hotelszobájába, elsötétítette az ablakokat, és írt egy írást. Az írásnak a címe az egyszerűen így, ja, bocsánat, jiddisül írta. Ez nagyon fontos. Föltetőleg ez lehetett az anyanyelve, bár eddigre már gondolom legalább 9 nyelven tudott. A jiddis lap irodalmi melléklete számára jiddisül írt egy, most idézőjelbe teszem, mindjárt fogják látni miért, egy novellát, azon a címen, hogy Jossel Rakover beszél Istenhez. A kerettörténete szerint, ami a kerettörténet nem kerettörténetként csatlakozott az íráshoz, hanem az elején, egyszerűen zárójelbe, mint egy színleírás, egy színműben szerepelt, hogy az itt az alant következő szöveget 1945 végén a varsói gettó romjai között találták, egy kiégett benzines palacba volt belegyúrka a kézirat, amiben láthatólag a halála előtt körülbelül fél órával egy Jossel Rakover nevű haszid ír, részben saját magáról, életéről egészen röviden, és Istenhez intézett szavait. Leírta, majd úgy látszik, hogy elrejtette a palackot, és meghalt. Ez valóban kiderül mindjárt az elején a szövegnek, hogy a helységben, ahonnan még lövöldöz az ablakon keresztül, már rajta kívül nem él senki. Na most ezt nem akarom részletesen elmondani, de megint csak azt tudom maguknak mondani becsület szóra, higgyék el nekem, hogy én ehhez fogható szöveget még életemben nem olvastam. Szóval, részben, ha nem is feltétlen az irodalmi értéke, de a gondolati súlya és, innovatív ereje, a vallási innovatív ereje miatt az embernek az a benyomása, hy valahol a dolog, Dosztojevszki és a Zóhár között ingázik. Az egész szöveg nem hosszabb, megint csak 8-10 oldal az egész szöveg, és hát ez megjelent. Hangsúlyozni szerintem, a pasa soha életében nem járt Lengyelországba. Tehát, hogy mondjam, azt, hogy a varsói gettóban mi történt, ez, ha az életrajz hiteles, akkor ő újságokból tudja. Hát esetleg találkozhat a túlélővel, de ez mindez nem teszi plauzibilissé, hogy hozta létre ezt a szöveget. A
Na most a cikk megjelenik, a Cvikolic elmegy Buenos Airesből, visszamegy Izraelbe, megcsinálja egyébként az első izraeli filmet, amit én sajnos nem láttam, úgyhogy nem tudok róla semmit, függetlenségi háború, stb. Utána rájön arra, hogy hát ő nem elég világhíres, úgyhogy fogja magát, áttelepül Amerikába, ott megjelennek írásai angolul, ezek rendületlenül közepes, nagyon jó képességű, tehetséges, kezdő író, közepes munkái. Ilyenben legalább két vagy három kötete is megjelenik, egy meg is van nekem otthon. A futottak még műfajába tartozik. Nem azt mondom, hogy nem érdemes elolvasni, de utána az ember el is felejti, hogy ki is írta ezt. Mindez ugye 46-ban volt. 1953-ban, tehát 7 évvel később, a legnagyobb Tel Avivi jiddis nyelvű irodalmi és filozófiai laphoz bejön egy ember, nem tudjuk, hogy kicsoda, senki később, se előtte, se utána nem látta. Az ismeretlen hapi letette egy dossziét a szerkesztőség asztalára, és azt mondta, hogy ezt érdemes lenne ezt a szöveget megnézni, ezt egy Josel Rakover nevű haszid írta a halála előtt a varsói gettónak egy már akkor lángoló helységében, és elment. Na most ez egy gépirat, ez nagyon fontos, tehát ez nem nyomtatás, Xerox még nem létezett, ez egyszerűen egy igen hibás jiddis gépirat, amit letett, amiben nem szerepel szerző, nem szerepel műfaji megjelölés, ez egyszerűen le van téve, még az infóból még az is hiányzott, hogy ez valaha is már megjelent volna nyomtatásban. Egyszerűen az volt címként fölé volt írva, ez egy másolat, másolata annak a kézzel írott papírnak, amelyben Josel Rakover beszélt Istenhez. Na most ezek azért, hogy mondjam, jó szerkesztők voltak ennél a lapnál, és megpróbáltak utána menni. Azért, hogy megszerezzék az eredeti kéziratot. Körülbelül fél év nyomozás után be kellett látniuk, hogy teljes csőd, ugyanis rengeteg kézen ment keresztül ez a gépirat. Soha senki nem ismerte azt, aki a kezébe adta a gépiratot, és egy legenda áll az egésznek a legvégén, tehát egy ilyen mitikus eredete a kéziratnak, amit állítólag egy lengyel zsidó csempészet át az akkor már ugye kezdődő szocialista világból, átmenekült nyugatra, és Buenos Airesba vitte. És ott kezdi meg az útját, aztán Tel Aviv felé, és 7 évig tartott neki, amíg eljutott a... Végül hosszas megfontolás után, én szerintem egyébként igen helyesen, a főszerkesztő azt a döntést hozza, hogy formálisan nem tudja autentikusnak tekinteni a szöveget, mert nem áll, ez egy másolat, neki nem áll rendelkezésére az eredeti. Tekintve, hogy Josel Rakover a varsói gettóban nyilvánvalóan nem gépelt a halála előtt. De a tartalma olyan fokon, olyan autoritással bír, hogy az szerinte erősebb, mint az, hogy ő képtelen egyszerűen Tel Avivtól Buenos Airesig lenyomozni az eredetiét, és leközölte. Na most ezzel az útjára indult, hogy mondjam, Josel Rakover testamentuma. A legközelebbi lépés az volt, hogy Münchenben megjelent, ugyancsak egy jiddis nyelvű labba, arra lecsapnak és lefordítják németre. És hát ezt sem tudom mondani, tehát úgy képzeljék el, hogy először csak a, hogy mondjam, vallásos zsidó közegben terjed iszonyatos sebességgel, nem utolsósorban a vallásos szellemiségének a hihetetlen ereje miatt. A német fordításon keresztül azonban elhagyja a tisztára zsidó közeget, és kezd német közegben is terjedni. Mondjuk, hogy egy konkrét példát hozzak fel maguknak, halála előtt a kezébe került még a német fordítás Thomas Mannnak, aki egy levélben azt írja, kb. 3 héttel a halála előtt, hogy ehhez fogható, megrendítő vallási dokumentumot életében nem olvasott. És most még sorolni lehetne a terjedését, ennek a végállapotokat mondom, tehát Amerikában számos helyen imakönyvbe bekerült a szöveg, hogy mondjam, vallási meditációk tárgyát képező művekben, stb. Stb.
innen lehet ugrani egy poénhoz. 2000-ben csináltak egy interjút az akkor már nagyon öreg Zvi Kolicccal, aki elmesélte, hogy ő New Yorkban huzamosabb időn át két sarokra lakott Isaac Bashevis Singertől. Ugye a nevet mindenki gondolom ismeri. Nobel-díjas, jiddis nyelvű amerikai író, illetve végig jiddisül ír, de ő autorizálta az angol fordításokat. Számos regénye megvan magyarul, amelyeket sajnos angolból fordítottak mindig, de én úgy tudom, hogy jó fordítások. És a Singernek volt egy ilyen nagy író-olvasó találkozóját, akkor ő már Nobel-díjas volt, és a Zvi Kolicz beült. Hát, mint szegény, sikertelen író, beült erre az író-olvasó találkozóra, ahol lehetett kérdéseket feltenni a végén Singernek, és az egyik hallgatónak a kérdése ez volt, ezt a kérdést intézte Singerhez, hogy és tulajdonképpen vallásilag mit gondolható a holokausztról? Maga mit gondol? Amire a Singer hosszan elgondolkodott, majd azt mondta, hogy nekem pontosan az a véleményem róla, mint Josser Rakovernek. Figyelem, nem Zvi Kolicznak, Josser Rakovernek. Tehát teljesen nyilvánvaló volt, szerencsétlen Zvi Kolicz ott ült a közönség soraiba, hogy őről nem tud a mester, de úgy tudja, hogy az ő általa megalkotott hős az egy létező figura, és annak a gondolataival teljesen egyetért. Ez elég nehéz helyzet lehet, én sem mentem volna oda Singerhez kimagyarázni ezt a dolgot. Na most, amikor már az egész világon elterjedt, és az egész világon mindenütt idézték, és óriási volt a felhajtás körülötte, mind vallásos, mind nem vallásos közegben, rendkívül erős reakciókat keltett, két ilyet olvastam is keresztény közegben. Nekem otthon van két angol nyelvre lefordítva, sajnos mind a kettő német teológus, evangélikusok, nagyon-nagyon komoly figurák, akik ebben a bizonyos kezdeti időszakban, amikor minden eldöntetlen volt, kapaszkodjanak meg, levelet írtak Josser Rakovernek. És ez a két levél, ez egyébként nagyszerű szövegek. Tehát, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy csereszabatosak a Josser Rakover novellával, de nagyon a közelébe járnak. Most amikor a Kolicz elkezdett tudomást szerezni arról ott a távoli New Yorkban, hogy mi van Amerika más részein meg Európában, akkor elkezdett leveleket írni különböző szerkesztőségeknek, hogy hát ezt én írtam. Na most innentől kezdve igazán érdekes a történet, csak már nem akarok visszaélni a türelmükkel, úgyis pillanatokon belül vége az órának. Irtóztató felháborodást váltott ki. Ez többféle módon váltott ki felháborodást. Az egyik legsúlyosabb felháborodás az volt, hogy természetesen nem ő írta, hanem ez a közepes kis írócska most meg akarja csinálni a maga mennybe menetelét azzal, hogy kisajátítja, hiszen Josser Rakover nem tud védekezni, hiszen meghalt. Kisajátítja azt a szöveget magának. Ez volt az egyik típusú reakció. Még ennél is érdekesebb a másik, ugyancsak Josser Rakover rajongóknak a reakciója. Nevezetesen ennek az volt a lényege, hogy mindig is sejtettük, hogy ilyen nyomorult eretnek szövegek, amik, gondoljanak bele a szövegben, mit tudom én, ilyen fordulatok vannak időnként, mint az én hiszek benned, bár tényleg mindent elkövetsz, hogy ne higgyek. Szóval egészen, rövidre zárva és közvetlenül beszél a szövegben Istenhez. Baromi a szöveg, most már azért ennyit azért elárulok, amikor én erről nemrég írtam egy hosszabb írás, de akkor egy csomó mindent le kellett nyomoznom, és például legnagyobb megvetésemre kiderült, hogy ez a szöveg megvan magyarul. Mégpedig ezzel együtt azt javaslom, hogy ne magyarul olvassák, ha tehetik. A 2000 című folyóiratban, mégpedig 2000-ben, ennél pontosabban nem tudom, de ez így ment egy darabig, én a Nádasdítól tudtam meg, hogy ez létezik magyarul, és a Nádasdival telefonon ez eltartott egy darabig, amíg tudtuk tisztázni, hogy azt mondja, 2000-ben jelent meg a 2000-ben, és én általán nem értettem, hogy mit beszél. Szóval a lényeg az, hogy megjelent sajnos angolból fordítva, és én elolvastam ezt a magyar fordítást, szerintem nem jó, de tartalmilag azért lehet látni, hogy ez micsoda, tehát érdemes lenne elolvasni. A lényeg az, hogy Kolicznak még elolvastam a levelezését is egy Anna Maria Jakl nevű
pszichológus nővel, aki egyben írónő is, az is meghalt már sajnos. Ő fordította eredetileg németre, jiddisből a szöveget, na és az ő kettejük levelezéséből ezért vontam egyáltalán ide analógiaként a Zohárral kapcsolatban, ugyanis aki ezt az egész dolgot minden jel szerint a legmélyebben és a legjobban értette, tehát magyarul a legokosabb és legérzékenyebb volt ebbe az egész ügybe, az ez az írónő. Hogy ebbe szerepet játszik az, hogy pszichoterapeuta is, azt nem tudom, de egy évtizeden keresztül levelezett a Kolicccal. A levelezés lényege tulajdonképpen az, hogy megpróbálja a Kolicot rávenni. És szó szerint idézem az egyik levelet, hogy nőjön már fel a saját alakjához. Mármint ahhoz, akit ő talált ki. Mert a levelezésnek végig megvan ez a rettenetesen furcsa tartalma és alaphangja, hogy ami nem tudok el jobb kifejezést használni, valóban az történt, és a nő ezt átlátta, hogy a Kolicc egy múló pillanatban életében, fogalmunk nincs, hogy miért, hogy mondjam, olyan mértékig maga fölé teljesített, aminek nem csak, hogy a közelébe nem tudott soha többé menni, de tulajdonképpen nem is értette. Úgy értem, a saját figuráját nem értette többé. Én a magamban ezzel magyarázom, hogy ez a saját figura ezért tudott tökéletesen önálló életre ébredni, és hát teljesen egyedülálló helyzetet hozott létre, hogy tudnék egyszerűen lerázta magáról a szerzőnek még a porát is. Tökéletesen önálló életet él számos területen a mai napig. Tehát Josser Rakóver egy létező figura, jól lehet, itt speciál eltérően a Zohártól halálos biztonsággal tudjuk, hogy egy Zvi Kolicz nevű szerző agyalta ki, hogy Josser Rakóver soha nem élt. Hogy mondjam, a helyzet egy picit a izéhez hasonlít, a Jobb könyvéhez. Egyébként többször fel is hozzák példaként Jobot, az Anna Maria Jokl például, amikor viták keresztüzébe keveredik, hogy miért védi ezt a férget, ezt a Zvi Kolicot, akkor tulajdonképpen azt válaszolja, hogy mit változtatna Jobb könyvének, hogy mondjam, értékén vagy szellemén, ha tudnánk, hogy Jobb hogy nézett ki. Vagy az, aki a könyvet írta. Szóval akkor most mi van? Nem teljesen azonos, vallásilag nem teljesen azonos a helyzet, de annyiban valóban nem rossz az összehasonlítás, hogy bármilyen meglepő is, a Talmudban van egy pont, ahol azon vitatkoznak a mesterek, hogy Jobb könyve legyen-e része a Bibliának, vagy sem. Tehát magyarul, hogy kanonizálják-e Jobb könyvét. És ott a vita az akkorul forog, hogy először csak azon, hogy Jobb zsidó volt-e. Ez valóban nem derül ki teljes világossággal a Jobb könyvéből, de ott a vita átmegy abba, hogy és egyáltalán ki a franc ez a Jobb? Na és ott elhangzik egyszer csak szó szerint az a döntés, hogy Jobb könyvének helye van a Szentírásban, mert Isten mutatkozik meg benne, ez teljesen egyértelmű. Egyébként a döntés maga a Jobb könyvének a kanonizálásáról tartalmaz azt a mondatot, hogy a héberül úgy fogalmazzák meg, hogy Iov lohájável naniv rá, ami szó szerint körülbelül úgy lehetne lefordítani, hogy Jobbhoz még hasonló se élt soha. Tehát világosan kimondják, hogy a Jobb könyvének a szerzője és hőse az soha nem létezett. Tehát a nem történeti, ám mégis az igaz Isten beszél ebben a könyvben, következésképp bekerül a kánonba. Valamiképp, nem tudom, érzékelik-e, van valami ilyen furcsa, viszont először is, hogy mondjam, a Jobb könyvének a szerzőjéről még azt se tudjuk elmondani, hogy egy halom közepes művet hozott egyébként még létre, mert úgy tűnik, hogy semmi nem maradt utána, kivéve az az alak, akit ő talált ki, és akit Jobbnak hívnak, akinek hát valamiért a létezése, mintha masszívabb lenne, mint a könyvszerzőjének a személye. Minden esetre a Zohár szerzője, Mósa de Leon, mind közepes kabalista, és viszonya ehhez az egyetlen, de felülmúhatatlan dobásához, erre gondoltam analógiának elmesélni maguknak a Zvi Kolicz történetet. Tehát ha valaha is ilyesmiket fognak olvasni, akkor érdemes nagyon odafigyelni, hogy amennyiben Zvi Kolicz nevével találkoznak, ő létezett.
amennyiben Joshua Rakover nevével fognak találkozni, ő nem létezett, de minden jel szerint, hogy mondjam, ebben a pillanatban már elmondhatjuk legalábbis 2002 óta, hogy Joshua Rakover messze menően túlélte Cvi Kolicot, és ő még mindig megvan, és még mindig él. Jó, akkor a jövő héten találkozunk. Elhangzott Rádióegyetem, Bibliai kánon és vallásfilozófia, Tatár György, Az alkotás és a ragyogás könyve. Az ELTE BTK-n 2011. november 23-án elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.